Nagy volt a nyüzsgés a sürgősségi osztályon, ezek a felvételek a pandémia előtt készültek, amikor még nem volt kötelező a védőruha és a maszk használata. Az egészségügyi dolgozók emberfeletti teljesítményt nyújtottak a koronavírus járvány elleni harcban, ma pedig hivatalosan is őket ünnepeljük szemmel Weiss nap alkalmából. A Győr Plusz Rádió vendége volt többek között dr. Szepesvári Zsolt Jenő, a Petszaladár Egyetemi Oktató Kórház manuális szakmai orvosigazgató helyettese, aki arról beszélt, mit jelent számára az idei július elsője. A mai nap konkrétan a pihenést jelenti, egyébként meg azt, hogy álljunk meg egy picit a, a, a hibatásban, a mindennapi munkában, a rohanásban, és, és gondolkodjunk el azon, hogy a, a szemelvész örökségében, a szemelvejsz napon az egészségügyi dolgozókat elismerjük, egy picit a munkájukat értékeljük, és hagyjuk nekik lehetőséget természetesen a pihenésre. Az orvosigazgató helyettes 10 éve dolgozik győrben urológusként, szerintem mindenkit megviselt a járvány, az egészségügyi dolgozók pedig a végletekig elfáradtak. A doktor arról is beszélt, hogy bizonytalan környezetben dolgoztak, megtanulták gyógyítani és kezelni a vírust, a feltételek pedig folyamatosan változtak, tudományos információ hiányban is szenvedtek, de próbálták a maximumot nyújtani. Hozzá kell tenni, hogy természetesen az is, hogy annak ellenére, hogy egy óriási terhelés érte az egészségügyet, annak ellenére a maradik betegségek, azok ugyanúgy megvoltak. Tehát egy egy határértéken működő rendszerre jött egy egy hatalmas plusz, amiben helyet kellett állni, és nem igazán volt kiút, tehát ezt csinálni kellett, itt, itt nem lehet megállni út közben. És most jött el talán az az időszak, amikor a amikor hála jó Istennek a vírus úgy tűnik, hogy egy picit visszaszorult, jóslásokba semerek, merek bocsájtkozni, hogy ez végleges vagy átmeneti, és mennyi ideig tart, de, de most van lehetőségünk, kicsit végi jelként összecsengve a szemem ezt nappal, egy picit pihenni. Ugyanakkor az mondható el, hogy az elmaradt sok ellátás az, az a nyakunkon van, és a, és a, a, a lelki ismeretünkön nyugszik, tehát ez a pihenése teljes értékű. Nehéz, nehéz, helyzet volt, és én azt gondolom, hogy a következő helyzet is nehéz lesz, vagy a következő időszak is minnyájunknak. A Győr Plusz Rádióban Kamper Ildikót, a kórház ápolási igazgató helyettesét is vendégül látták, aki szintén a Covid alatti időszakot idézte fel. Én az urológia főápolója vagyok, ami mi osztályunk tavaly októberében alakult át COVID manuális osztályá. Ez azt jelentette, hogy négy szakmát kellett kiszolgálnunk, tehát kiszolgáltuk a szülészeti ellátást, nőgyógyászati ellátást, a baleseti sebészetet, a sebészetet, illetve az urológiát. Valóban nagyon nehéz időszakon vagyunk túl, nagyon sok beteget láttunk el, szerencsére nagyon sok beteg meg is gyógyult, de azért az overall Való beöltözés, a fertőtlenítése való odafigyelés, azt, hogy mindent maximálisan őt csináljunk, ez nagyon megterhelő volt mindenki számára. Kamper Ildikó szerint a megyei kórház felhúzta a kesztyűt a Covid-dal szemben és kedvező adatokkal is szolgált. Minden egészségügyi dolgozó tulajdonképpen szívvel dolgozik, így minden haláleset mindenkit nagyon-nagyon megérintett. Ugye az volt itt a probléma, hogy nagyon sok fiatal beteg is meghalt, és sajnos nagyon sok idős ember is, nagyon sok olyan betegesett áldozatul, akinek gyakorlatilag nem volt alapbetegsége. Az oltás december 30-án indult a Győri Kórházba, és éppen most kérdeztem Ivián Ferencet az oltópont vezető ápolóját, hogy mégis mennyi oltást adtunk be eddig. Május 9-én a Győri Kórház elérte a 100000 ezredik oltást, és azt hiszem, hogy a tegnapi nappal pedig elértük a 120.000 beoltott embert. Bár a vírus terjedése csillapodott, az egészségügyi dolgozók továbbra is úgy készülnek, ha lesz negyedik hullám, akkor is a legmagasabb színvonalon teljesítsenek.